Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 29-én újra egy portál nap van. Az azt jelenti, hogy kinyílik egy égi kapu a plejádok fele. És ez jelent egy finom energiamezőt, aminek van gyógyító ereje. Itt kinyílik egy égi kapu a spirituális terület felé. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki, tehát a forrás az a maja naptár, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Visszatérve erre a portálnapra, július 29-ére, ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ezen a felvételen. A forrás tehát az a maja naptár. És ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Ez a portálnap a 19. hullámban van. Egy hullám mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a 7. A 13-as szám a majáknál az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap a 4. nap ebben a 19-es hullámban. Ami azt jelenti, hogy most megvannak az alapok ahhoz, hogy indítsunk valamit. De előfordulhat, hogy még vannak akadályok, amit el kell távolítani. És utána majd lesznek sikerek, és megvan a lehetőség arra, hogy kiépítsünk valamit. A maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a portál napon, tehát július 29-én Etznáb uralkodik. Etznáb lefordítva tükröt jelent, ami a képen látható is. Bele kell nézni a tükörbe. Az lehet, hogy itt a külsőnkről van szó, és elgondolkozunk azon, hogy mit lehetne megváltoztatni. Egy másik frizurát, vagy más ruhát, vagy kicsit le kellene fogyni. Mindenki másképp látja magát a tükörben. Az a lényeg, hogy elégedettek legyünk önmagunkkal. Nem csak a külső szépséget kellene felfedezni, hanem a belső szépséget is, ez az én véleményem. Amit a tükör még jelenthet, hogy valami tükröződik számunkra. Előfordulhat például, hogy útközben látunk egy számot, és úgy érezzük, ez a szám most jelent számunkra valamit, ez egy üzenet. Vagy kihathat a párkapcsolatra is, amikor itt tükröződik valami, mert mi mutatunk a társunknak valamit, vagy ő tükröz számunkra valamit. Itt kell akkor az egyhang. Összefoglalnám azt, hogy miről van szó ennél a portál napnál, ennél a szertartásnál. Ennek van egy gyógyító ereje. Felszabadít bennünk a félelmektől. Lehet egy új kezdet, meg vannak hozzá az alapok. De vannak még akadályok. Lehet, hogy ez tükröződik. És ezeket az akadályokat el kell távolítani az utunkból. Azon kívül odafigyelni arra, hogy mit tükröz az élet, vagy mit tükröznek mások számunkra. Vagy lehet, hogy egyszerűen csupán arról van szó, hogy belenézünk a tükörbe, és ha elégedetlenek vagyunk saját magunkkal, a külsőnkkel,
akkor az a fontos, hogy felfedezzük a belső értékeinket. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.